Üdv mindenkinek, sziasztok! Zazek vagyok. Ismét Tenerife-i bejelentkezés. Egy pár nappal ezelőtt voltunk egy barlangnál. Most találtam egy másik barlangot, illetve ez egy lényegesen komolyabb barlang rendszer talán, vagy legalábbis több barlang. Tulajdonképpen ezt nem is most találtam, kicsit régebben már, mikor vettem a telket és itt bókláztam a környéken. Látni fogjátok, nem sokan megmutatom, hogy éltek itt régen a helyi őslakosok, az úgynevezett guáncsok. Hát a háttér az megint pazar, az óceán. Egyébként az útnak a túloldalán van a telkem. Nos, le is másztam a hegycsúcsról picit lejjebb. Amit érdemes tudni, hogy ezek a barlangok, ezek egy úgynevezett barankóban vannak. A barankó az egy völgy tulajdonképpen, ahogy annak idején a tejde ugye kitört és folyt le a láva, és kialakultak ilyen különböző bájatok a láva folyamokban. Majd most ezekben a völgyekben folyik le a víz, tehát még kicsit tovább mélyítette, hogyha lehetséges volt ez. És ebben a barankóban ugye aránylag szélvédettebb az élet, és itt laktak régen az őslakosok különböző barlangokban, és alakítottak ki maguknak mindenféle ilyen úgynevezett teraszokat. Nézzük is. Szóval arról a teraszrendszerről lenne úgymond szó. És mint láthatjátok, ez a barankó. Onnan egészen föntről folyik le a víz. És jön le itt szépen végig. Most pont egyébként tök érdekes, hogy szoktak ugye különböző emberek ilyen barankótúrákat szervezni, és ott van lent egy pár ember, hallom, hogy visszhangzik, hogy beszélnek. Úgyhogy ők itt sétálnak tulajdonképpen a barankó alján, ameddig föl tudnak sétálni. Hát nem tudom, van-e kötelük, mert ott egy nagyon meredek sziklafal van, ott egy komoly vízesés lehet, amikor esik az esés, ömlik le a hegytetőről vagy hegycsúcsról a víz. De én most valahogy megpróbálok lejutni azokhoz a teraszokhoz, és meg fog körülnéz a barlangba, hogy mi van bent. Mint láthatjátok, elég komoly szakadék van mellettem, meg előttem. Úgyhogy nem tudom, hogy lehet oda jutni, de megkísérlem. Elég úttalan utak vannak erre. Szerintem annak idén az őslakosok ezt lentről közelítették meg. De én most nem akarok lemenni egészen a völgy aljába. Próbálok majd utat találni. Látjuk, sikerre járok-e. Nem ígérek semmit. Egyelőre. Au. Nézzétek el a lihegésemet, nem vagyok egy gyakorlott túrázó, pláne nem ilyen kemény terepen. Azt érdemes tudni, hogy esetleg nem tájékozott felől, hogy Tenerife az egy vulkánikus sziget, illetve nem csak a Tenerife, hanem a Kanári-szigetek többi tagja is. Ugye ez egy 7 szigetből álló szigetcsoport volt, és most lett egy 8. picike sziget is, hivatalosan is a Kanári-szigetek közé vették őt. És ahogy a láva éppen kifolyt, úgy maradt tulajdonképpen a évszázadok óta egy minimális természeti változtatással, mármint a természet változtatott rajta. De ez leginkább csak a tengerparton látszik, ahol ugye a tenger hullámzása lényegesen komolyabb eróziót tud létrehozni, mint mondjuk a szél. Ebből szokott egyébként a baj lenni, amikor az ember ilyen helyeken videózik, próbál tartalmat készíteni, aztán nem figyeled, hogy hova lép, próbálom ezt elkerülni. Yeah.
Na, meg is érkeztem egyébként a teraszok tetejéhez. Remélem a szélzaj szűrők is, a döglötmacskánk az jól működik. Ó. Így néznek ki a teraszok fölülről. Kicsit még tovább kell mennem, és hát ott lebírok mászni. Ó, ott is van még egy extra barlang, ezt nem is láttam arra az oldalról még soha. Nos, nem volt egy egyszerű menet, de megoldottam. Hát, nem tudom, mennyire látszik. Ott van fönt az autónk. Hát nem néz ki annyira merednek így a videón, de egyébként az, meg félelmetes, mert ember lecsúszik, akkor itt azért elég komolyat lehet perecelni. Ott például látszik teljesen az idő vasfoga kiválta a lába folyamot. Hát így néznek ki a teraszok tulajdonképpen. Nagyon szépen meg van csinálva, és nagyon érdekes, hogy annyira gyönyörű szépen síkban, egyenesben van hozva a fal, és itt a semmi közepén lógva csinálták ezt annak idején az emberek. Hát ma némelyik kőműves nem képes ilyet csinálni komoly szerszámokkal. Úgyhogy hát ez pár ilyen vadnövény van rajta. Ilyennekkel volt el az én telkem is, ezeket próbáltuk eltávolítani, több kevesebb sikerrel. Ott is látszik, valaki csinált egy szép kőfalat, és ez egy tipikusan kézzel vájt barlang. Vannak, amikor egyébként a barlangok ugye a láva folyamban maguktól kialakulnak, és akkor azt az ember ezt egy picit átalakítja, vagy nagyobbá teszi. De ezen látszik, hogy ezt emberi kéz alakította a kezdetektől fogva. Ez egy sima fal volt annak idején, és ugye elkezdte szép lassan ásni. Meg próbálok közelebb jutni, csak ilyen száraz szúrós kórok vannak mindenfele. Én meg rövid nadrágban vagyok természetesen, mi dumásban lennék. Na, lássuk, mi van egy ilyen barlangban. Hú, hát első körben nagyon kellemes hűvös. Reggeli kávézás innen, ilyen pazar kilátás mellett, azért az nem rossz. Ott az óceán, a völgynek, a barankónak a másik oldala, az mondjuk egy nagyon nagy hegybe, vagy hegynek az alja tulajdonképpen. Hát és így néz ki a barlang belülről. Láthatjátok körülbelül, olyan magas, mint én. Elég könnyen porlik belülről. Hát valamilyen ehhez való szerszámmal vájták ezt ki. Látszik, hogy itt a szerszámcsapások a nyomai. Hát és olyan egyszerűen utána fogták, kiorták innen ezt a tulajdonképpen ilyen fehér múrva-szerű dolgot. És ezzel van föltöltve egyébként a terasz. Tehát minden is terasz ilyen anyaggal van föltöltve. Hát igen, nagyon kellemes időjárás van egyébként. Kellemes hűvös van bent a barlangban. És itt már nem is fúj a szél. Tehát ez abszolút lakható dolog. Itt még éjszaka se nagyon megy le a hőmérséklet 10 fok alá. Ugye mert lent vagyunk nagyon közel az óceánhoz. Olyan 250 méter magason vagyunk körülbelül tengerszint fölött. Na nézzük a következő szintet is. Nagyon óvatosan kell lépkedni, mert ugye ember alatt, lába alatt egy pillanat alatt megcsúsznak ezek az apró kövek, és lehet szánkózni lefele. Na, eljöttünk a másik szintre. Ott van a lent a barankó, amiről meséltem. Hát itt is nézzétek meg ezt a falat. Hát nem tudom hány éve van itt, vagy hány évtizede. Gyönyörű szép. És stabilan áll?
egyetlen egy részen van leomolva, ott. Ez a része tulajdonképpen csak, itt nincs barlang, csak gondolom természetek valamit. És itt van a fal, nézzétek meg, ilyen falakat voltak képesek építeni régen. És ebbe én úgy tudom, hogy nincsen semmilyen kötőanyag. Tehát csak egymásra vannak pakolva a kövek, és egyszerűen fizika tartja őket a helyükön. Nagyon ügyesek voltak régen az emberek, illetve hát rengeteg idejük volt, mire egy ilyen falat fölépítettek, gondolom. Igen, itt van ezen az egy részen leomolva a fal. Hát azért nem lehet minden tökéletes. Ó, itt is van egy barlangocska. Itt látszik, hogy a darab kövek nem bírták a gyűrűzést. Nekem is a telkemre egyébként ilyen falak vannak építve, és ezek tartják a teraszokat. És egy-két helyen már meghibásodott, úgymond. Leginkább ott, ahol a víz tudja mosni, hogyha nincs irányítva az esővíz, és ahol folyik le, ott egyszerűen elmossa ezeket a dolgokat. Mert ezek a sziklák, hát szikláknak tűnnek, de nem azok, ezek ilyen homokkőszerű dolgok. Ezt a murvát, amit előbb mutattam nektek a barlangba, ezt a murvát, ezt összekeverik sárral, tehát vizes homokkal, és abból formázzák ezeket, vagy formázták régen ezeket meg a őslakosok, és ebből lettek ezek a építő kockák, úgymond. Nézzünk be a barlangba, reméljük nem vár minket meglepetés. Nem. Vár, finom, hűvös. Hát ez picike barlang, itt nem tudok fölállni, olyan 41-50 magas lehet, viszont ki van alakítva kis ülőhely ott hátul. Illetve valami raktak tüzet régen, bár érdekes befüstölni a barlangot. És azért látszik, hogy szoktak itt nyúlra vadászni, mert sörét hüvely. Rengeteg nyúl van egyébként ezen a környéken. Hát itt már azért elég komolyan visszavette a természet az uralmat. Eléggé bokros. De például a lenti, itt most annyira nem akarnék járkálni, mert itt látszik, hogy ez itt leszakadt magának. Itt ezt elmosta, gondolom, a víz. De ott azok a lentiek, azok még egész idézőjelben használhatóak, csak egy pár növényt kéne kihúzkodni. És ott van valami, még egy barlangocska. Azt akarom megnézni, hogy mi az. Lehet, hogy az valamilyen ilyen sütögető hely volt fénykorában. Ha jól láttam, akkor... Au! Erre van még barlang talán. Mindjárt átmegyek nektek ilyen törpe járásba. Nem, itt már nincs. Van barlang? A kamera felvétele látszik majd, hogyha esetleg lezúgtam innen. Aha, ez az, hogy a lábam alól folyik ki a homok, illetve a sziklás, kavicsos dolog. De jó lenne most állandóan a drón. Kiküldeni, megnézni, hogy hol vagyok és hol van még barlang. Nem kéne itt ebbe a száraz esőerdőbe itten bóklásznom. Hoppá, hello, szia! Na, ez az, amit mondtam nektek, amikor nem ember vált a barlang van, hanem a természet maga alakította így ki. Egyébként azt a apró kavicsos murvás részt, azt lehet simán egy csákánnyal vagy valamilyen kis ácskalapáccsal alakítani. Ez vulkáni szikla, ezt már nem annyira. Ez már fekete. Ez sokkal nehezebb, sokkal keményebb. Lehet, gondolom, ezt is kalapálja az ember, akkor szikrázik, és mert ugye leginkább ebbe kvarckő is van. Tehát lehet alakítani, csak sokkal nehezebben, mint a másikat. De ez is egy jó kis hely. Pazar kilátással a barankúr, aki esetleg itt pihent régen. És az óceánra.
megnyugtató, igaz? Néha-néha egy-egy autót lehet hallani a domboldalba lévő úton, ami megy fölfele, az a egyik főúton, ami az autópályától megy fel a hegyre, és így néz ki ez a barlangocska belülről. Na, meg próbálok visszavergődni valahogy, és a következő szintre lemenni. Ja, innen nem lesz jó, körbe vissza kell mennem. Ja, és amit nem mutattam még nektek, itt van mellettem egy nagy kaktusz. De ez el van halva szerintem, vagy legalábbis nem tudom, mert nem nagyon van rajta tüske. Imádom az ilyen dzsungeltúrákat, felfedezni a dolgokat. Igen, innen jöttem. És oda kéne lejutni valahogy. Új. Drukkoljatok, hogy ne essek le. Bár hogyha ez a videó kikerül, és megnézitek, akkor azt jelentette, hogy nem estem le. Ja, majd csak a kórházi kezelés után kapjátok meg az anyagot. Na jó, hát itt azért nem vicces tényleg lemenni. De megoldjuk. Hopp. Nem szeretném eldobni a kamerát sem, mert nem 500 forint volt. Jó. Na, lejöttem. Hát itt nem sok látni valóban ezen a teraszon. Hát itt ugye úgy vannak a teraszok kialakítva, hogy a legkisebb felület is ki volt használva, hogy tudjanak termeszteni különböző dolgokat. Mindenféle telefonos értesítések jönnek közbe, de most nem érdekel, mert videót készítek nektek, illetve elég komoly terepen mászkálok. Na, megjöttünk ismét egy nagyobb hegyszintre. Hoho, kérem szépen. Itt van a tűzrakóhely, vagy hogy is hívjam ezt. Aha, látszik, hogy egyébként a szikla az a tető tulajdonképpen, és akkor ők alástak egy ilyen kis lukat. Na, hát ez jaj, de jó! Hát ez egy átjáró. Látjátok ott a fényt a túloldalán? Ott. Ez egy kis átjáró valahova. Hát nem szeretném most négy kézláb mászni, nem akarok majd körbe menni esetleg. De át lehetne menni egyébként. Oh, kicsit az ember hajlandó mászni. Ó, itt is van valami szellőző rész. Majd nagyon komoly kis barlangrendszer van itt. Na jó. Kivélek innen, mert nem nagyon férek el itt a 185 centis magasságon ma. Jó. De hát itt érdekes, mert vége van a teraszozásnak. Új, itt elég komoly falat építettek szintén. Nézzétek. Hát itt még volt építkezési tudás, meg gyakorlat. Jól néz ki, tetszik? Valahol fél kéne jutnom egyen följebbi szintre. Itt a bokrok között. Hát azért nem tudok betelni a látvánnyal. Hát nem véletlen van tervemben, hogy Tenerife-re szeretnék költözni, mert itt aztán az ember mindent tud csinálni, illetve hát amit én szeretnék. Kirándulni, túrázni, motorcsónakázni, úszni, snorkelezni. Van élet is, hogyha kell, de el lehet bújni nyugodtan egy csöndes helyre is, hogyha akar az ember. Lehet biciklizni. Hát szóval mindent. Egy ilyen, lehet mozgalmas életet is élni Tenerifén, meg lehet nyugisat is, kinek mi tetszik. Itt van szintén két barlang. Kicsit ezek már szerintem az évek folyamán kicsit beomlottak. Ennek nem tudom, mi volt a funkció, ezek nagyon picikék, nem mélyek, látjátok ti is. Na, ez már kicsit mélyebbről megcsinál. Na, ez mi lehetett? Na, várjatok.
Remélem nem fog elrongyolni valamilyen. Állítok, lámpát keresek a telefonomon. Remélem nem fog elrongyolni valamilyen denevér állat. Aha. Hát ott van bent egy régi 100 éves konzervdoboz. Illetve még a barlangnak szerintem ott a szellőzője, mert egy picike fényt látok beszűrődni, amikor nem világítok be telefonnal. Hát ez egy ilyen kicsike kis barlangocska. Hát egy embernek aludni teljesen jó ide, hogyha az ember befekszik, ott van bent a feje, el is lehet férni. Jó, én inkább kimegyek innen, bocsánat. Nem vagyok klausztrofóbiás, csak inkább kihagynám az ilyen helyeket az életemből. És kijöttünk a napfényre. Annak a kis tűzrakó helynek a másik felére szeretnék átjutni valahogy. Na jó, hát elegem volt ebből a pinnyogásból, nem tudom a telefont. Azt hiszem, hogy ezen a szinten már voltunk. Hogy gondoljátok? Majd megnézzük. Nézzük meg erről. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú rész lesz. Akinek van kedve és ideje, az végignézi, aki nem, az meg beletekerget. Itt aránylag könnyű följebb mászni. Rengeteg gyík van mindenfele. Na, és fel is jutottunk ide. Hát nincs itt semmi, tehát tulajdonképpen a barlang az még egy szinten följebb van. Ez megint csak egy ilyen termesztős terasz. Akkor visszamegyek, hogy a tűzrakónak a szellőző kürtyét megnézem, illetve hogy mi van annak a másik felén. Hát ott is találunk valamilyen őslakosok által készített lakóalkalmatosságot, vagy bármi mást. Akik mászkáltak lent a barankóba, azok már el is mentek. Viszont menet közben rájöttem, hogy ők nem fölfele jönnek, hanem lefele mentek. Mert értelemszerűen ugye fölmászni nem nagyon tudnak, mert akkor valakinek először fönt kéne lennie, hogy a kötelet meg mindent biztosítja, és ledobálja nekik, hanem ők föntről elindultak lefele, sétáltak, és ahol volt esetleg egy sziklafal, ott kötéllel lemásztak, mert láttam, hogy kötéllel másztak le egyébként. Ismerek is egy srácot itt Tenerifén, aki hivatalos túravezető engedéllyel rendelkezik, és ilyen túrákat szokott csinálni. Tehát kifejezetten ilyen barankókba, meg kanyonokba szokott akár vizes, akár száraz túrákat tervezni. Ugye tudják, hogy kanyoning. Lehet egyébként pont ő volt, csak nem láttam az embereket, mert nagyon messze voltak tőlem. Na. Lejöttem közben a másik felé rennek a tűzrakóhelynek. Aha. Nézzétek csak. Csak itt ilyen őrlemény van, ilyen vulkanikus kőőrlemény. Elég nehéz menni. Aha. Ezt a lukat láttam a túloldalról. Igen, ott a tűzrakóhely. Aha. Igen. Jó. Hát. Itt lenne egy sör, akkor most biztos, hogy leülnék valamilyen kényelmes helyre, és meginnám. És csodálnám a növényvilágot. Például ezt a sziklafalból kinövő. Szerintem ez kövi rózsa. Nos, ez a rész megint csak nagyon hosszúra sikerült. Próbálok visszajutni a hegycsúcsra. Nem lesz egyszerű. Hát
valahova oda kell majd följutnom. Megpróbok megint csak körbe mászni, hogy lejöttem. Vera vár a kocsiban. És meglátjuk, hogy mi lesz a továbbiakban a mai program. Remélem tetszett ez a rész. Ha igen, akkor légy szíves, nyomj egy lájkot, hogy tudjam, hogy ez a tartalom érdekli esetleg a nézőimet. És hogyha igen, akkor ilyen tartalmat tudok nektek rengeteget föltölteni. Következő részben remélem találkozunk, addig is sziasztok!